fel kell tennünk a kérdést, hogy hány brutális gyilkosságnak kell még megtörténnie ahhoz, hogy a magyar kormány végre komolyan vegye azt, hogy Magyarországon kialakultak no-go zónák, olyan szubkulturális közegek, ahol tulajdonképpen az erőszak mindennapossá vált. Olyan településrészek, ahol nem a törvény, hanem az erő a meghatározó, és ahol nagyon sok esetben kiilleszkedett, igénytelen életmód a jellemző. Ennek következménye a bódvalenkei gyilkosság is, ahol egy 74 éves idős nénit brutálisan meggyilkoltak. Nyilván felmerülnek kérdések. Felmerül a kérdés, hogy egy 27 éves fiatalember miért megy kölcsönkérni egy nyugdíjashoz. Felmerül a kérdés, hogy vajon mindezt miért hajnalban teszi. De azt gondolom, hogy ez csak a felszín. A valóság az tulajdonképpen az, hogy az elmúlt 30 év balliberális és fideszes kormányainak a liberális jellegű integrációs politikája megbukott. Annak ellenére megbukott, hogy az elmúlt 30 évben a mai árakon számolva több mint 6000 milliárd forintot költöttek erre. A helyzet azt kell mondani, hogy az elmúlt 30 évben nem javult, hanem azt látjuk, hogy folyamatosan romlik, hiszen most sem egy elszigetelt, egyszeri esetről van szó, hanem számos hasonlót tudunk felsorolni, akár a Sáji gyilkosságot mondhatjuk, de akár a néhány héttel ezelőtti mezőhegyesi gyilkosságot is. A Mi Hazánk mozgalom reméli, hogy a tettes megfelelő büntetést fog kapni, ugyanakkor elvárjuk a kormánytól, hogy kezdje el törvényes eszközökkel ezeknek a no-go zónáknak a mihamarabbi felszámolását. Ehhez komoly hatósági munkára van szükség, összevont hatósági munkára, és itt nem csak a rendőrségre gondolunk, hanem a gyermekvédelemre, a kormányhivatalra, hiszen most már az is rendelkezik hatósági jogkörrel, és hát nyilván szerepe van ebben az ügyészségeknek és a bíróságoknak is. Elég volt abból, hogy ma vidéken idős embereknek rettegniük kell, elég volt abból, hogy ezeken a település részeken és településeken egy életmunkája megy tönkre. A Mi Hazánk mozgalom elvárja azt, hogy a kormány ezt a munkát kezdje meg, hiszen ennek a elvégzése az állam feladata.